Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai előtt tisztelegtek az újpestiek október 23-án az önkormányzat Szent István téren rendezett megemlékezésén. Az esti 6 órai harangszó hívta az újpestieket megemlékezésre a Városháza mögötti Szent István térre. A himnusz eléneklése után vette kezdetét a Babits Mihály Gimnázium növendékeinek irodalmi műsora. A diákok Örkény István Fohász Budapestért, illetve Márai Sándor Mennyből az Angyal című műveivel idézték fel a magyarság által 56-ban átélt szabadság és megtorlás következményeit. Csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világcsodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, egyik érti, másik nem érti. Az irodalmi műsort követően Wintermantel Zsolt polgármester egy 56-os forradalmától idézve hívta fel a figyelmet a forradalom alapélményére, a nemzeti egységre, és az ebből fakadó felszabadultság okozta boldogságra. És a szabadsághoz közösség kell. A szabadságot csak közösségben tudjuk megélni. Rögtön szíven talált ez a gondolat, amikor először olvastam, mert jó magam régóta rendíthetetlenül vallom, hogy a politika fő célja, s így a választott vezetők egyik elsődleges feladata a közösségépítés. Különösen fontosnak tartom ezt ma, amikor a szabadságért már nem kell fegyverrel harcolnunk. Nem kell forradalmat vívnunk, hősi halált halnunk. Sokkal inkább az a kérdés, hogy mit tudunk kezdeni vele. Én úgy vélem, ha azt akarjuk folytatni, amit 56-os elődeink elkezdtek, akkor a fenti gondolatot kell követnünk. A közösségeinket kell építeni, erősíteni, hogy azokban bontakozzon ki a szabadságunk. A polgármester beszéde után a színpadon is megelevenedett az 55 évvel ezelőtti forradalom az Újpest Színház Pesti Srácok című műzikele révén. Soha-soha nem törnek át, emelkedik a barikád. Forradalom, üvölts a szélbe, hogy forradalom. Forradalom, üvölts a szélbe, hogy forradalom. Az újpesti srácok előadása után helyezték el koszorúikat, virágaikat az emlékezők a Városháza falán lévő bronzemléktáblánál, ahol 56. október 24-én az Újpesti Forradalmi Bizottság megalakulását hirdették ki. Újpest önkormányzatának koszorúját Wintermantel Zsolt polgármester és dr. Vitáris Edit jegyző helyezte el, majd az újpesti politikai pártok, szervezetek, kisebbségi önkormányzatok és civilek hajtottak fejet 56 mártírjai előtt.